Köszöntöm a Dél-Dunántúli Híradó nézőit a Magyar Televízió pécsi körzeti stúdiójából. Jó napot kívánok! Hírműsorunkat adáskörzetünk fontosabb eseményeinek rövid összefoglalójával kezdjük. Állampolgári esküdtettek le a Pécset más országokból elszármazottak, akik ettől kezdve teljes jogú polgárai hazánknak. Önkormányzati segítséggel a lakosság is élvezheti a bajai Bakakút gyógyvizének jótékony hatását. Angliában szerzett tapasztalatok is hozzájárultak az első sikeres pécsi veseátültetés végrehajtásához. Átmeneti víradóállomássá változott ma a Kapos TV és rádió társalgója. A kollégák és szimpatizánsok a kaposvári kórház betegeit segítik. Egy esetleges koszovói NATO akcióban hazánk fegyverrel nem vesz részt, mert magyar katona nem kerülhet szembe magyar katonával, mondta Orbán Viktor, amikor hivatalos látogatást tett a taszári SFOR bázison. A Rákóczi indulóra amerikai és magyar katonák sorfala között érkezett a miniszterelnök a repülőtérre. Itt fogadta Orbán Viktort a bázis amerikai parancsnoka, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, a Honvédelmi Minisztérium és a hadsereg vezetése. A két nemzet himnusza, illetve a ceremónia után nemzetközi sajtótájékoztatón vett részt a kormányfő. A taszári bázis működtetése során a magyarok bebizonyították, hogy alkalmasak a legbonyolultabb feladatok megoldására is, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez döntően hozzájárult NATO felvételünkhöz. Orbán Viktor kijelentette, egy kormány sem teljesítette addig alapvető feladatait, amíg nem teremtette meg állampolgárai teljes biztonságát. A NATO csatlakozással tette hozzá Orbán Viktor, mindez megvalósul. A híradó kérdésére Orbán Viktor elmondta, egy esetleges koszovói béketeremtésben való részvételünknél elsődleges szempont, hogy a jugoszláv hadseregben számos vajdasági magyar szolgál. A korlát, amit e tekintetben a magyar kormány követ, az a következő. A magyar katona nem kerülhet szembe magyar katonával. Ilyen akcióban nem tudunk részt venni. Orbán Viktor ugyanakkor nem látja akadályát annak, hogy egy NATO akció Taszáról vagy más magyarországi területről induljon. Új hazájuknak Magyarországot választva állampolgári esküdtettek ma Pécsett más-más országból érkezett emberek. A gyökerek, az ismeretség, a környezet, a szokások, ez egy elég hosszú folyamat, még az ember megszokja, mint jövevény, át hozzá kell az embernek alkalmazkodni a környezetéhez. Otthon vagyunk itt, és úgy érzem, vannak, akik elítélnek bennünket, meg nem fogadnak be, mert azt mondják, hogy jött-mentek, meg hogyha hazamegyünk, ott is azt mondják a románok, hogy jött-mentek végül is. Most én úgy is magyar vagyok, ott is, meg itt is. Én Irakból jöttem, többször hallottam a magyarul, de most, amikor hallottam, másképpen hallottam, másképpen hatott rám a magyar himnusz. Tartom a kapcsolata otthonra, és akkor várok, amikor rendőznek a dolgokat, akkor mindig oda meg itt vagyok, két hazám van. Gyomorpanaszokat, reumatikus fájdalmakat enyhít a bajai Bakakút vize, amely a volt szovjet laktanya területén található. A Bakakút a volt szovjet laktanya szomszédságában működik, ezért is nevezte el a lakosság így. Két éve húzódik rendbetétele, amire a tiszti orvosi szolgálat és a Bajavíz Kft. Kényszerítette a várost. Elszomorító lenne ugyanis, ha nem vehetnének innen többé vizet azok, akik esküsznek gyógyító erejében. A folyadék több ásványisót is tartalmaz, amelyek állítólag megszüntetik a gyomorpanaszokat. Vannak, akik állítják, a reumatikus fájdalmakra is jó hatással van. Eredetileg egy vállalkozó palackozásra hozta volna rendbe a kutat. Ezt a városatyák nem hagyták jóvá, mert nem látták biztosítottnak az ingyenes vízvételi lehetőséget. Az egyre növekvő lakossági igény tette indokoltá, hogy a város magára vállalja a rendbetételt. Most egy szolnoki cég 3,5 millió forintért hoz be olyan állapotba, amelynél csak akkor folyik majd a nedű, ha arra éppen valaki igényt tart. Felmerült az is, hogy gyógyító hatását bevizsgálják szakemberekkel, de a hozam mértéke ezt feleslegessé teszi. A kút teljes egészében augusztus végére készül el, ám addig is tudják használni az erre igényt tartók.
Alapításának 45. évfordulóját ünnepli a Pécsi Nevelőkháza. Ebből az alkalomból kiadvány is készült. A Pécsi Nevelőkházát a pedagógusok szakszervezete alapította 45 évvel ezelőtt. Korábban a megye és a város volt a fenntartója, ma egyesületi formában működik, és közel 60 kisebb-nagyobb társaságot foglal magába. Amit a civil szféra kínál az önkormányzatnak, illetve az egész társadalomnak, ezt a lehetőséget, ezeket a szervezeteket próbáljuk segíteni. Így a most jelen pillanatban a nevelőkháza, a civil közösségek háza egyfajta módszertani bázist is ad, non-profit szintéren, különböző tréningek, képzések és kiadványok megjelentetésével. A 45 éves évfordulóról szeptember 24-e és 26-a között nagyszabású rendezvénnyel emlékeznek meg. A hamarosan elkészülő kiadvány az ott dolgozók visszaemlékezéseit tartalmazza. Vészesen lecsökkent a Kaposvári Kórház vérkészlete. A Kapos Televízió és Rádió véradásra buzdította a Somogyi megyeszékhely és környékének lakóit. Három sikeres véradó akció után a Kapos TV és Rádió társalgója ma is átmeneti véradó állomássá változott. A televízió és a rádió felhívására, valamint a kiküldött meghívók hatására már délig mintegy 30 liter éltetővér gyűlt össze. Nullás vércsoporton van, és az úgy tudom sok embernek adható, és hát ember minden ember alaptermészetet szeretne segíteni. Én is így vagyok, de szeretnék segíteni. Mint a dr. Konyhás Klárától megtudtuk, a 70 ezeres megyeszékhelyen mindössze 1700 véradóra lehet számítani, nagy részük állandó segítőjük. Szükség lenne a 18. életévüket betöltött fiatalokra, akik utánpótlást jelentenének a továbbiakban. Tervezünk minél több véradást, mert az egyéb véradóhelyeink nagyon lecsökkentek, és a beteganyag viszont mindig több. Nagy szükségünk van a vére. Volt az első pécsi veseátültetés a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A tervek szerint még idén sor kerül hasnyálmirigy és májátültetésre. A Pote egyes számú sebészetének adjunktusa az elmúlt 2 évben Angliában szerezte meg a szükséges szakmai tapasztalatokat a speciális műtét elvégzéséhez. A élődonoros transzplantáció sokkal jobb eredményű, tehát a vesék, élődonorból származó vesék jobban működnek, de sokkal kevesebb áll rendelkezésre. Elhunytakból történő vesetranszplantáció gyakrabban történik, sajnos nem elég gyakran, sokkal többen várnának vesátültetésre, mint ahány vese rendelkezésünkre áll. Nekem tavaly októberben úgy néz ki, hogy leálltak a veséim, és végül is eddig tudtuk elhúzni ezt az időszakot, hogy ne kerüljek gépre, és tehát a család úgy döntött, hogy inkább a gép helyett ezt a megoldást választjuk. Hála Istennek úgy nézett ki, hogy az orvosi vizsgálatok alapján lehet csinálni, és örülök neki, hogy sikerült. Apa és fia egyaránt jól vannak, és még ezen a héten elhagyhatják a klinikát. Az élő donoros veseátültetés egyébként határozottan kifizetődőbb, mint a vesedialízis, amennyiben a beteg szervezete 9 hónapnál hosszabb ideig befogadja a kapott szervet. Augusztus 1-től a gazdasági miniszter rendelete értelmében emelik az áramdíjakat. A háztartási és ipari fogyasztók számítsanak arra, hogy az eddigi áremelési gyakorlatnak megfelelően az augusztus 1-e utáni leolvasási időszaknak az elszámolása fog az emelt díjtétellel megtörténni. Az ipari fogyasztók esetében az szeptemberben készhez kapott számlákban fog megjelenni. A háztartási fogyasztók ezeket a számlákat szeptember hónap második felében kapják meg, tehát a fizetési kötelezettségük az októberben jelenik meg az emelt díjtétellel. Számításokat végeztek, hogy egy átlagos háztartásnál ez milyen hatással jár. Dél-Dunántúl fogyasztóinál átlagosan havi 200 forintos többletterhet jelent ez a fogyasztóinknak. A lakossági fogyasztóknál a legkedvezményesebb tarifaelem 13 forint 50 fillérről 14 forint 70 fillér plusz áfára módosul. Hát nem örülök neki, nyilván. Hát ki kell fizetni sajnos. Ha mind a két fél keres, akkor az nem sok. Azok a családok, akiknek indokolt a segítség, továbbra is a híralapítványt, az energiaalapítványt és az önkormányzatokat keressék fel méltánylást igénylő kéréseikkel. Megsokszorozódott a forgalom a Pécsi Városháza ügyfélszolgálati irodájában, ugyanis sokan lejárt útlevelük érvényességét hosszabbítatják meg. Jelenleg is 70-100-as a napi forgalmunk útlevélügyben,
és a nyár folyamán is több mint 100-an jelentkeztek naponta útlevél kérelemmel. A régi útlevelek jelentős részének épp az érvényessége. Ezeket hosszabbítják most meg 5 évre. Az érvényesítő matrica beragasztása után nem kell szeptemberben újat váltani. Akkora várható ugyanis az általános útlevélcsere. Az is előfordul, hogy valaki a tervezett utazás előtt veszi észre, hogy lejárt az útlevele. Ilyenkor javasoljuk, hogy a Baranya megyei közigazgatási hivatalhoz forduljanak. 5 munkanap alatt elkészítjük úgynevezett futárszolgálattal az útlevelet, de mindenképpen hivatalosan kell igazolni az útjukat, és megfelelő módon kell igazolni, hogy miért kérik sürgősen az útlevelet. Imár 4. alkalommal rendezik Herceg Szántón a szerb tánctábort, amelynek résztvevői évről évre gyarapodnak. A Kicsoga Művelődési Házban az idősebb korosztályos sportcsarnokban gyakorolja a lépéseket az újvidéki oktatók irányításával. A 92 résztvevő Pécsül és környékéről, a fővárosból, valamint újvidék és vonzás körzetéből érkezett. Ők valamennyien a helyi nemzetiségi iskola diák otthonában laknak. Természetesen a falubeli ifjak sem hiányozhatnak a táborból, s az esténkénti táncházból sem. A hétfőtől vasárnapig tartó kurzus fénypontja a szombat esti bemutatkozás lesz, amikor is este 8 órakor a község színház termében közönség előtt bizonyítják be a résztvevők, érdemes volt pályázni a tábor költségeinek a fedezésére. A fiatalok elsősorban bácskai és magyarországi szerb táncokat tanulnak más szerbiai táncok mellett, és ahhozzájuk kapcsolódó népdalokat is elsajátítják a résztvevők. A tábor, mint minden évben, a Herceg Szántói Szerb Kisebbségi Önkormányzat szervezte a hagyományok ápolása és továbbadása céljából. Mielőtt elbúcsúznánk Önöktől, nézzük, milyen időre számíthatunk adáskörzetünkben holnap estig. Nos, az előrejelzések szerint nagyrészt napos időnk lesz. Éjszaka kevés felhő lesz az égen, csapadék nem valószínű. Hajnalra 14-18 fokig hűl le a levegő. Holnap csak időnként növekszik meg a felhőzet, sok napsütésben lesz részünk, csapadék továbbra sem várható. A csúcshőmérséklet eléri a 31 fokot. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. A Dél-Dunántúli híradó holnap is a megszokott időben 17 óra 45-kor jelentkezik ismét. További kellemes napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!